A Cigány Világszövetség 1972-es Párizsi kongresszusán nyilvánították augusztus 2-át a Roma Holokausz nemzetközi emléknapjává, hiszen 1944. augusztus 2-áról 3-ára víradó éjjel számolták fel az Auschwitz-Birkenaui cigánytábort, ahol az ott fogva tartott utolsó 3000 romát is kivégezték. Az októberben újjá alakult Bonyhádi Róma Nemzetiségi Önkormányzat megemlékezést tartott a roma holokauszt áldozatainak tiszteletére. Számos új terve között szerepel, hogy ezentúl méltóképpen emlékezzenek meg a nemzetiségük köztartózó eseményekről. A holokauszt megemlékezés, ugye ez a, a közös közös megtárgyalás után döntöttünk, úgyhogy végül is megvalósítjuk, és, és elkezdjük hagyományát teremteni azt, ami, ami eddig is igazából fontos. Része lett volna a munkánknak. A műsorban a Roma Ifjúsági Klub tagjai vettek részt. A vezetők nagyon fontosnak tartják, hogy a roma gyerekek is megismerjék népük történelmét. Balog Mihály, a Bonyhádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettese úgy fogalmazott, hogy ha meg tudják tanítani gyermekeiknek, hogy mi volt a múltjuk, talán szebbé tudják tenni a jövőjüket. A becslések szerint a magyarországi roma áldozatok száma 5 és 70 ezer közé tehető. Az ekkor kétmilliós európai cigányságnak csak nem a 30 át gyilkolták meg a náci katonák.